Na, harmadik előadónk, eddig nagyon jól tartjátok magatokat, mert mint a szárfokat, ezt teljesen nyugodt, ezt köszönjük. A szervezőtársainkat majd néha megrogom, mert itt szeretnek beszélgetni, a megoldásokban is, de nem baj, de a ti teljesen jól viselkedtek. A harmadik előadónk kicsit a QR kód és a QR és az AR kifejezés ötözésének egybelegéből született valamiről fog beszélni. Mindkettő hangzatos kifejezés, a QR kóddal egyre gyakrabban találkozható különböző reklámfelületeken. Majd elmondja a Tudás László, nem tudtátok, hogy ez miért is ehhez nyújtak, illetve az augmented reality egy másik kedvenc a mai világunkban. Nekem a fűnyíró ember jutott eszembe, az 1992-es film volt, épp 20 évvel ezelőtt alkották meg, ugye a virtuális világ az majd hogy fog kinézni. Eltelt 20 év, azóta sem úgy élünk, ahogy megjelent abban a filmben. Kérdés, hogy ami most László itt idehozott nekünk, ez már mennyire kézzel fogok, és mennyire fog a minden napunkba begyűrűződni ez a QR és AR-nek a műszer. László, így az úr. Most nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Neoniától érkeztem, Tudás László vagyok. Alapvetően a Elgo elnevezés valóban a QR és az augmented reality indul. Amit kell tudnatok, hogy ugye manapság a QR-tól nagyon divatos, mert mindenki tudja, ez 1994 óta, tehát két éve a fűnyíró ember után már létezett, és igazából ideig elsősorban ilyen ipari raktározás és egyébként technológiai dolgokra használták. Amit látunk, hogy ugye egyre nagyobb a vizualitásnak, akár 3D-nek, videónak az igénye a piacon, és ez úgymond a QR-nak egy nagy hátránya, hogy jelenleg, amellett, hogy óriási tartalmat is képes egyetlen egy kód eltárolni, egy egyszerűen mutat általában a felhasználónak, és elviszi mondjuk valami akciós oldalra, amikor az adott cég egyébként sokszor sajnos mobilra se illesz, tehát nagyon-nagyon sok probléma volt ezen. A másik fő gond, hogy azt tapasztaltuk, hogy évek óta foglalkozunk, mi üzemeltetünk augmented reality tehát gyakorlatilag évek óta foglalkoztunk ezzel a témával, mondjam azt, hogy az első között hoztuk be Magyarországra, és a legnagyobb gondot azt láttuk a mobil fejlesztések kapcsán, hogy minden egyes kampánynál újra és újra frissíteni kell az applikációt, vagy újat kell letölteni. Mivel korlátozott számú materiált és korlátozott számú interakciót tudnak egy applikációban tárolni. Nagyon fontos itt azért innen indult az egész projekt. Maga a QR-kód mindenkinek ismerős, ezt kiegészítettük egy markerrel. Ugye ma már nagyon fontos, hogy markerekkel felett lejárt az idő, azaz vannak már markeres technológiák, de egyszerű VR hirdetés is használtunk augmented markerként. Viszont nagyon fontos az, hogy maga a QR-kód az pont adott bázishoz illesztődni. Ezt az előnyét használtuk ki, és köré tettünk egy keretet, amely gyakorlatilag magát a kárgó kódot adta. Azaz használjuk a QR kód információtartalmát, és egy külön kerettel pedig gyakorlatilag egy új markert értelmezve fogjuk tovább alkalmazni a folyamatot. Maga a technológia gyakorlatilag két pillére áll, egy mobil applikáción, persze lehet az webesít, és magán a szerkesztőjében oldalon. Amit tudnotok kell, hogy az egésznek a alapja az, hogy a tartalmat, az gyakorlatilag a QR-kódon keresztül olvassuk ki, hogy honnan akarunk és mit tudnak megjeleníteni. Majd ezt követően a szoftver már nem foglalkozik magával a QR-kóddal, csak a külső keretek, illetve a QR-kódon megjelenő illesztési kis négyzetekkel, ennek megfelelően nagyon egyszerűsítve, ha mondjuk az illető egy olyan QR kódot olvasna, ami nem kárgó kód, vagy egy régi hard fashion QR kód, akkor fontos az, hogy egy egyszerű green screen-t, gyakorlatilag egy screenshotot ad, úgymond a kódra, ez is egyfajta ilyen új vizualitása a QR kódnak megjelenítésére. Amennyiben kárgó kódot lát a szoftver, abban az esetben magát a felületet alkalmazva megjelenik maga az augmented, a kiterjesztett valóság. Természetesen torzítja hozzá, tehát ugye értelmezett teljes értékű markerként. Azért használunk külön egy
illeszteni ahhoz a kért vagy kitalált promócióhoz. Elég nehéz, mint a Kámi, amit egy futballmesélőről beszélgetünk, vagy lerajzolnánk, hogyha inkább megmutatom képen. Tehát mondjuk, ha be akarok állítani egy adott mondjuk interakciót, egy adott megjelenítendő ábrát, 3D vágra, bármi ilyesmit, akkor ezt a weboldalon elteszem, és mondjuk nem jó példa, de talán látják a lényeget, tehát ott mondjuk még egy régi típusú kurátor van, a dolog lényege az, hogy értelmezi maga a szoftvert, ugye később mondjuk a odaképzelt keretet használja, az általam beállított rozitással, mérettel utána megjelenik a képernyőn a kívánt állat. Nagyon fontos, aki esetleg nem látunk még ilyet, hogy természetesen a térbeli élmény ugyanaz alatt, valóban egy még kiterjesztett valóságként jelenik meg, nem pedig elnavigálhatott helyszínt. Tehát ha elveszem a telefonomat, akkor ilyen megint a valós képet látom, ha visszarakom, akkor ismételten megjelenik. Akik érdekedéknek a végén ki lehet majd próbálni, hoztam egy pár kártyát magammal. A legfőbb irány egyébként egyelőre egy termék alkalmazás, ami azért lenne talán a mi olvasatunkban hasznos, mert olyan kódok jelenhetnének meg egy csomagoláson, amelyet nem kell állandóan a marketingesnek változtatnia, azaz megjelenik egyetlen egy kód, és online bármikor önállóan tudja használni arra, hogy mindig az aktuális alkalmazás. Tehát saját magát, a promóciókat nem kell állandóan újra tervezni a csomagolásra, akár óránként változhat a tartalom. Jó, itt láthatjátok mondjuk, hogy ki néz ki a valós képről, ismeri a szoftver a markert, hozzáteszi a pillanatnyi tartalmat, és mondjuk nem egy weboldalra, hogy igen, ezt teljesen lehet érzékeny, tehát el tud vinni egy Facebook oldalra, vagy éppenséggel mondjuk egy levelet is tudok küldeni a felhasználónak, kiderül, hogy ő mondjuk a nyelvényen még nyelvesse, és a többi is, hogy nagyon-nagyon sokféle képen alkalmazható. Jó? Röviden. Akkor a teljes nagyságot látja, tehát abban az esetben nincs lényeges az, hogy milyen szögben,
én abban az esetben csak a méretet állítom be. Tehát láss például, most hoztam egy dobozt, pont nincs beállítva a doboz méretéhez a marker, és tehát rá fogom tartani, mivel nem foglalkoztam most, hogy mekkora a doboz, azért látom, hogy a doboz tartalma, de pont nem akkora sajnos, mint esetlegesen, amit a méret kívánna. Tehát hogy csak a 3D-nél lényeges ez, hogy az illető valami speciális megjelenés. Androidra kijöttek, nekem már is mennyi újdonságot az IKEA, aki évekkel ezelőtt volt ilyen megoldás, ahol elraktál egy kuverkodott sarok, és meg tudtad nézni, hogy a kanapé, hogy fog kérje ezt a szabályozni. Persze, oké, tehát Android az fejlesztés alatt van, tehát nincs még, illetve ez is fejlesztő környezet, tehát nincs édesen fönt az App Store-ba. Ami elsősorban lényeges, vagy mi szeretnénk ezt egy ilyen szabályosított egységként bevezetni, tehát az, hogy QR kódra mondjuk augmented, ez nem feltétlenül újdonság, inkább arról van szó, hogy szeretnénk azt megoldani, hogy egyrészt ugye a felhasználó egy ilyen adatbázissal fogja összeéleszteni, tehát a legnagyobb probléma idáig azt látjuk, hogy az augmented részben azért nem tud elterjedni, mert minden egyes kampánynál frissíteni kell. És általában úgymond ez egy augmented olvasó lesz a QR kódon keresztül, mivel van egy adatbázis, amelyből van a felhasználó bármikor bármilyen kódot gyárt magának, és ő találja ki hozzá, úgymond, hogy mi lesz rá interakcióként. Azaz megnyílik a nagy közönség számára ez a lehetőség. Ez volt a cél. Köszönöm. Ennyi kérdés. A körülés alkalmával élő demonstrációt tudtad folytatni nekünk.